Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videó sorozatunkat, melyben paralelogrammát szerkeztünk. Mostani feladatunkban úgy kell megszerkeszteni ezt a négyszöget, szöget, adott két oldala és az egyik átlója. Konkrét adatokkal az AB oldal, vagy csak röviden jelöljük kis A-val, 4,5 cm, a BC oldal, vagy csak jelöljük kis B-vel, 3,5 cm, és az egyik átló, a feladatban most az AC átlóról van szó, 6 cm. Mivel nincs szög, így egy kicsit gyorsabban haladunk ennél a feladatnál. Vegyünk fel egy 4,5 cm hosszúságú szakaszt, ez lesz az A oldal, majd egy 3,5 cm hosszúságú szakaszt, ez lesz a B oldal, és végül egy 6 cm hosszúságú szakaszt, ez lesz az átló, jelöljük kis D1-jel. Paralelogrammát általában úgy szerkesztünk, hogy megpróbáljuk a fél paralelogrammát megszerkeszteni, ami egy háromszög. Ami esetünkben az ABC B, C háromszöget tudjuk nagyon egyszerűen megszerkeszteni, hiszen mind a három oldal adott. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy az oldal-oldal-oldal tétel szerint megszerkesztjük a fél paralelogrammát. Vegyünk kiinduló pontként egy egyenest, és ezen vegyünk fel egy A pontot. Mivel tudjuk a paralelogramma egyik alapját, tehát az A oldalt, közönyilásba veszem, és a most fölvett A pontba szúrom a körzőt, és elmetszem az egyenesünket, ami most már ugye fél egyenes az A pontnak köszönhetően. A most kapott pontot meg is tudjuk jelölni, ez lesz a paralelogramma másik csúcsa, vagyis a B csúcs. A folytatásban nézzük akkor most a C csúcsot. Egyrészt felhasználjuk, hogy ismerjük a B oldalnak a hosszát. Lemérem tehát, körzőnyilásba veszem a B oldal hosszát. Mivel a B oldal, valójában, hogy az előtt mondtuk, az a BC oldal, B csúcsát már ismerem, beleszúrom a B csúcsba, és egy körívet rajzolok ebből a csúcsból. Valahol ezen a körével lesz majd a keresett C csúcs. Hogy pontosan hol, azt az átló segítségével tudjuk megszerkeszteni. Most az átlót mérem le körzöm segítségével. Tehát körzőnyilásba veszem a D1 átlót. A D1 átló, ahogy a feladat is adott volt, az A és a C csúcsok közötti szakasz. Az A csúcsot ismerem, tehát beleszúrom az A csúcsba, és az előtt megrajzolt körévet elmetszem. Ahol ez a két körív metszi egymást, valójában a harmadik csúcsot, tehát a C csúcsot kaptuk meg. Meg is jelölhetjük, hogy itt lesz a C csúcs. Amikor már adott a fél paralelogramma, tehát az ABC háromszög. A paralelogram a negyedik csúcsát annak köszönhetően tudjuk megszerkeszteni, hogy felhasználjuk azt a tulajdonságot, hogy a szemközti oldalak párhuzamosak, illetve egyforma hosszúságok, egyenlő hosszúságúak. Így akkor először is az AB oldal, vagyis valójában az A oldal hosszát mérem le újból, körzőnyilásba veszem. Az A oldal az valójában az AB oldal, de ugyanannyi a CD oldal is. Mivel a CD oldalból a C csúcsot ismerem, beleszúrom a C csúcsba, és egy körívet rajzolok, és valahol ezen a köríven lesz majd a negyedik még egyelőre hiányzó D csúcs. A másik tulajdonság, amit felhasználunk, hogy a B oldal, tehát a BC oldal, illetve az AD oldal párhuzamosak egymással és egyenlő hosszúságúak. Így akkor most a B oldalt mérem le, tehát közönyilásba veszem. Amint közönyilásba vettem a B oldalt, az valójában a BC, illetve az AD, ebből most az A csúcsot ismerem, tehát az A csúcsba szúrom a körzőt, és az előtt megrajzolt körévet elmetszem. Ahol elmetszem, a két köré meccés pontja megadja a keresett negyedik csúcsot, vagyis a D csúcsot. Jelöljük is meg akkor ezt a meccés pontot, mint D csúcs. Miután adott most már mind a négy csúcsa, a paralelogrammának húzzuk össze az oldalakat. Kezdjük talált tetszőleges sorrendben, legyen mondjuk rá a CD oldal. Majd most az AD, illetve a BC oldalakat is. Nézzük tehát először az AD oldalt, majd a BC oldalt. akár még a feladatban adott AC átlót is megrajzolhatjuk. Ehhez csak annyi a dolgunk, hogy összekössük az A és a C csúcsokat. Vonazzunkat félre is tehetjük, akár meg is jelölhetjük azokat az elemeket, amelyeket ismertünk tudtuk tehát az A oldalt, a B oldalt és a D1 átlót. Így szerkesztettük meg aktuális feladatunk paralelogrammáját. Köszönöm a figyelmeteket!